quiere? Jól van, kedvesem. Ülj le ide mellé. Így né. Hol vagyok? Ó, lelkem! Talán nem emlékszel, honnan jöttél? Ó, elég sűrűn előfordul. Tudod, talán jobb később lassan lépésben rájönni arra, hogy mire élik ide bent? A tiszta lap itt igazán nagy kincs. Itt? Hová megyünk? Na látod, azt egyikünk sem tudja. A mennyországba. Másik életbe. Vagy a semmibe. Ez nem lehet. Mit mondott? Hogy én... Igen. Én... Nem, az nem lehet. Mik ezek? Nem csak mi heten utazunk. Sokan mások is. És mikor érkezünk meg? Tudod, akkor lehet leszállni, ha már elengedtél mindent, ami fontos. Érted? Na. Mikor is szállt fel az az író, hogy is hívják a... Nem emlékszem a nevére. Nagyjából 4 éve volt. 6 évig ült itt. Fónai Árpád. 6 évig? Hát igen. Nagyon jó képű férfi volt egyébként. De nem volt egy könnyű eset. Az elején még sokat beszélgettünk, meg rötyögtünk, aztán ő is magába süppett, mint a többiek. Nagyon oda volt magától. Aztán hol van már ő is?
bemutatom neked a többieket, jó? Ők ott a Brenner házas pár. Nagyjából 2008-ban szálltak fel. Na és akkor szóltak nekem, hogy hát Ferenc bátyám, akkor holnap? Holnap. Nem aludtam semmit. Persze átvittek egy másik cellába, igen. Egy másikba, ahol még a többiek se voltak. Csak én. Egyedül. Aztán eltelt négy nap. Mindig valaki mást akasztottak. Mindig valaki mást. A Jenőt, őt végül nem, de az Angyal Lacit igen. Kis Vida, hámoriacsó. Aztán én jöttem. Igen. Kivittek a Bitóhoz, és ott mondták, hogy kegyelmet kapott Feri bátyám. Kegyelmet? Hát én ne tudnám, kedvesem. Én ne tudnám. Emlékszel, a baba nem ismert meg, mikor kiengedtek. Hozzájuk mentél a kis fogból, abba a vacak melós ruhádba. Istenem, degeszre tömött téged. Meg az a nagy szőke hajad, hogy lobogott. Úgy tudtál menni. Mindig mondták, nézzétek, hogy jön a Feri. Hogy jön a Feri. Olyan szép voltál. Kedvesem, nyugodj meg, kérlek. Nyugodj meg. Egy nappal a férje halála után szállt fel. Hát a drágáim, itt lesznek még egy darabig. De ez hogy lehet? Ha én hallom az ő... akkor más is hallja az enyém. Nyugodj meg, kedvesem. Ők már csak magukra figyelnek. Ő ott Luca. Egy francia DJ. Jól mondom, hogy DJ. Kis Flórától tanultam. Jó papoltig tanultam. Elképesztő, milyen gyűjteményre van. Ki az a lány? Ó, igen. Ő a mi Flóránk. Soha nem tudta igazán elfogadni magát. De hiába vetett véget az életének. Itt szembe kell néznie lelkének tévedéseivel. Majd elfelejtettem. Szervusz, kérlek. Én Vámosi Kaméla vagyok. A Vámosi és lányai varrószalon egykori tulajdonosa. És te, kedvesen? Én sajnos nem emlékszem.
Szervusz, kezdésem, én Schillinger Leopold vagyok, de hívj csak Poldi bácsinak. Ez a Ving az ember volt a legjobb órásmester a Váci utcában. Most már az én két lábon járó emlékkönyvem, tudod, időpontok, nevek. Ki az a Júlia? Poldi bácsi szeme fénye. A fogadott lánya. A... Bocsássunk. Semmi baj, kedves. Ez a meleg szívű medve nevelte őt fel egyedül. De Poldikám korai halála miatt nem kaptak elég időt. Még egyszer szeretném látni a lányomat. Hal felszáll. Tudod, Poldi a kedvencem. Ő úgy fél a haláltól, hogy már meghalt. De tényleg. Na, Poldikám. Te a nagy semmitől félsz. Ne kezdjük megint, kedvesem. Tudod, az Isten mentsen meg attól a vitától, amit néha kipattan a leszállás utáni világról. Poldi nagyon várja a lányát. De azt hiszem leginkább a megsemmisüléstől. Teljes megsemmisüléstől, a nagy semmitől. Ugye milyen buták vagyunk mi itt, kedvesem? Én vallásos családban nőttem fel, de azért abban lehet valami, amit Poldi mond. Mi van, ha odaát nincs semmi? Ha mi itt jól megértjük, aztán jól elengedjük a dolgainkat, és utána meg jól feloldódunk a nagy fehér semmiben. És mi marad utánunk? Semmi. Amikor én 1913-ban felszálltam erre a villamosra, akkor még... Ilyen régóta itt van. De miért? Azért aranyom, mert nem tudom elengedni az én csodálatos emlékeimet. A csodálatos emlékeimet. Tudod, volt nekem egy öcsém. Ő volt a mindenem. Ő volt a szalon lelke. Hozta és vitte, amire szükségünk volt. Minden tanoncom szerelmes volt belé. Ha hiszed, ha nem, akkoriban egy férfira sem volt szükségem. Gyönyörű időszak volt. Sajnos itt már nem találkozhat. Ő később halt meg a háborúban. Én meg pár évvel korábban egy tüdőgyulladásban. Hát lehet, hogy ott várja magát a másik oldalt, nem? De nem hiszem el! Mint mindenki csak dédelgeti a saját kincseit, és senki nem halad sehova, újra és újra. Én pedig, ha le akarnék szállni, akkor sem tudnám, hogy hogyan. Nagyon szép a ruhát, kedvesem. De nem ódivatú egy kicsit. Én mindig úgy gondoltam, hogy a divat az forgandó, de ez nem egy mai darab. Én nem tudom. Mi? Neked lehet. Nézd csak! Valami van a zsebedben. Ó, milyen szép. Lehet, hogy itt laktál?
Talán a többi kép jobban segít. Milyen többi kép? Életem első porcelánja. Az első 18 részes készlet. Ritka restaurált darabok a magánygyűjtő otthonában. A citrus kövecsén olyanát veszi át a porcelános hölgy. Porcelán művészeti vezetője a munkások előtt kéri meg a híres gyűjtő kezét. Az 1000 darabos gyűjtemény, a nagy kiállítás. 20 éve hoztál magamit. Egyedül. Ezt nem bolhapja. Nem adom el a gyűjteményt ezeknek. Nem értünk, hogy csak egyben jelent értéket. Láttad te azt a kis konzervumot? Ez nem bolhapja. Hát, hogy is vélem. Nem. 20 év egyedül. Elég. Csak gyűlt. 20 év. Bolondok aranya. Nem jössz velem, kedvesem.